Sziasztok, kedves barátaim! Úgy látszik, elkezdődött a tavasz. Nagyon szépen kisütött a nap, énekelnek a madarak. Én pedig szeretnék nektek ma mesélni az évnek a legkedvezőbb napjáról, amelyeknek a neve Akshaya Tritiya. Akshaya Tritiya napján, amelyik április 18-án lesz, ezen a napon az ember számára legkedvezőbb bolygók, a nap és a hold, a legtöbb energiát tud adni. A hold felelős az érzelmeként, a belső harmónián, a nyugalom az elmében, a napbolygó pedig adja energiát, erőt, szabad akaratot, képességet elérni sikereket. És ezen a napon, ami ebben az évben április 18-án lesz, a napbolygó a kós jegybe fog kerülni, ez a saját jegye, és ott maximális energiát fog kibocsátani, ugyanakkor a hold a bika jegybe, exaltációba lesz. Mit lehet tudni erről? Mi az, amit kedvező csinál ezen a napon? Minden. Nagyon jó korán kelni, és reggelt kezdeni kis meditációval, imádkozással, valami lelki gyakorlatokkal. Ezen a napon nagyon jól kezdeni, vagy tanulmányozni valamit, vagy valami komoly lelki gyakorlatokat, hogy ember elérjen valami mélyebb eredményeket, vagy új projektet, kötni szerződéseket, elkezdeni, ami már régóta akarunk valamit elkezdeni, de nem, valahogy nem tudtuk összeszedni magunkat, ezen a napon lehet ezt csinálni. És Akshaya Tritiyán, április 18-án tervezek tartani egy előadást, mit érdemes csinálni. Még egy pár szót fogok mondani erről a Akshaya Tritiya napról, és fogok mesélni egy kicsit a lelki gyakorlatokkal, mit tudok javasolni, mit lehet elkezdeni csinálni ezen a napon. Van kis idő, ezért nézzétek ezt az előadást, gondolkozzatok, és készüljetek rá az április 18-án. Köszönöm szépen, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és nyomjátok meg a csengőt, hogy kapjátok értesítést az új videókra. Köszönöm szépen, Hare Krishna!